Hungarian cuisine is delicious, and a lot easier than we think it is. We would like to introduce the Hungarian classics and prove that cooking is not rocket science. Today we are exploring Lake Tisza with our guest Fruzsi Viszkok. Fruzsi is a popular Hungarian vlogger who pioneered the online beauty and lifestyle content scene a few years ago. This time I've arrived first, but I have a very important thing to do before she arrives. Szia, anyu! Igen, leértem épségében, minden rendben van. Csak azt szerettem volna mondani, hogy boldog anyák napját. Remélem, jól vagy és minden. Várj egy pillanatot, visszajövök nem sokára. Szia, puszi, puszi! Szia, Tomi! Szia, Fruzsi! Tök jó, hogy megérkeztél hozzám. Nem tudom, tudod-e, milyen gyönyörű szép tó van itt a hátunk mögött. Sajnos nem tudom neked ezt most hajón megmutatni, viszont kitaláltam egy alternatív megoldást. Íme. Az az igazság, hogy az egész tavat megkerülhetnénk, hiszen a bicikliút már készen van, de akkor nem lenne időnk a főzésre. Úgyhogy csak egy részt mutatok meg neked, jó? Jó. Segítek, gyere! Nagyon jó. Egyszerűen tesztelt, hogy működik-e. Szuper. A Tisza tó Magyarország második legnagyobb tava a maga 127 négyzetkilométernyi területével. Mélysége átlagosan másfél méter körül van, ami fürdéshez például tökéletes. A tó rendkívül gazdag élővilágát felfedezhetjük gyalogosan, kerékpárral, lóháton vagy akár csónakkal is. Tavati már teljesen körbekerülő bicikliút építését 2020-ban fejezték be. Akkor adták át ezt a modern, hullámformájú hidat is, aminek köszönhetően víz felett is tekerhetünk ezen a szakaszon. A tavat 1973-ban mesterségesen hozták létre, de a természet hamar meghódította, és egészen egyedülálló élővilág alakult ki a területén. Az ökocentrumban sétálva megcsodálhatjuk a tó állat és növényvilágát, és ez még nem minden. Ami igazán érdekessé teszi ezt az epizódot, az a főzésünk helyszíne, ami nem más, mint Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere, amely óriási harcsáknak és vizáknak, más néven belugáknak is otthont ad. Hát igazán különleges helyszínt választottál a mai főzéshez. Igen, ugye? Majdnem 1 millió liter víz vesz minket körbe, úgyhogy ezért örülök, hogy itt vannak körülöttünk ezek a vastag üvegfalak. Egy nagyon egyszerű, de nagyszerű étellel készültem, egy klasszikussal, ami szerinted micsoda? Csak nem egy hortobágyi húsos palacsinta. Csak de. A közhiedelemmel ellentétben semmi köze nincsen ennek az ételnek a hortobágyhoz, de ez nem baj. Ha egy picit megcsavarjuk a hozzávalókat, picit változtatunk az alapanyagokon, egy nagyon finom, nagyon kellemes és kicsit extra ételt tudunk belőle varázsolni. Úgyhogy lássunk is hozzá. Na, akkor első lépésben, amit meg kell csinálnunk, az a pörköltnek az alapja. Úgyhogy légy szíves, ragadj meg egy-két hagymát. Nem? Egyből pont ezt kapom? Akkor én vágjam a hagymát. Igen. Jó, oké? A sminkem lejött. Nem tudom, szoktál-e készíteni otthon pörköltet például? Még soha nem készítettem, képzeled, pedig ez az egyik kedvenc kajám, de ezt így meg szoktam hagyni anyukámnak. De komolyan. Ő a profi benne. De azért tudod, hogy kell csinálni, nem? Igen. Hát nem. Nagyjából persze képbe vagyok vele, de általában én szoktam a desszert felelős lenni. A hortobágyi édes palacsintát megalkotom. Szóval meg szoktam sózni egy picikét ilyenkor a hagymát, emiatt ugye leveter ezt, és nem pirul, hanem inkább párolódik, és ezt szeretnék. Hogyha nagyon megpirítjuk, akkor túl édes lesz, és az nem az igazi. Na. Következik a fokhagyma, ebben nem használok olyan nagyon sokat. Teszünk bele kápia paprikát is, meg fehér paprikát is. Fél mennyire lehetek bátor a fokhagymával? Közepesen, de egyébként a sima hagymát nem szeretem annyira, de csak nyers formájában. 2 gerezd fokhagymát rakunk akkor ebbe bele összesen. Hagymát megdészteltük, következhet a paradicsom. Paprika is megvan, akkor légy szíves a paprikát is dobjuk bele a lábosba. Azt úgy, hogy van, bele tudod zökkinteni. Teszünk hozzá édes szárított piros paprikát, ugye ez adja meg a pörköltnek a lelkét. Nem szoktam vele spórolni. Nem is kell. Felhúzzuk egy kicsike zöldség alaplével, és hagyjuk, hogy kicsikét összepárolódjanak az alapanyagok. Maradt még egy fűszer az asztalon, majoranna. Ebből is teszünk a pörkölthöz. Ez adja meg számomra azt a különleges ízt, amit általában nem szoktam megkapni egy csirkepaprikásban. Na és mi lesz a következő lépés? Megvárjuk, még az alaplé elfő, kicsit összeérnek az ízek, és utána mehet bele a csirke, bőrrel lefele vagy bőrrel felfele. Teljesen mindegy.
összeforgatjuk. Mennyi idő kell majd neki? Hát szerintem egy óra. Jött a palacsinta? Így van. Öntök neked hozzá egy kis tejet, jó? Hopsz. Nyilván otthon ehhez használhatsz valami gépi haberőt. Palacsintát valamiért mindig kézzel szoktam. És csak sima vizet szoktál hozzárakni, vagy szénsavasat, szódát? Sima vízzel szoktam dolgozni. Hát az ugye mindig rendelkezésre áll, ellentétben a szódával. Igen. Megkeverem egy kicsit, öntesz bele egy kis vizet kell. Ez azért ilyen izmosító feladat. Abszolút. Hát de igazából rám is fér. Probléma nincs ezzel. Ezért vetted át, mert rám már nem fér. Így van. Te annyira jól nézel ki, hogy neked már nem kell sehol se tovább. Kicsit kiharcoltam, de elfogadom. Veszünk bele egy kis olajat. Jó? Veszünk a serpenyébe is egy kis olajat. A palacsinta tésztáját érdemes pihentetni 10 percet, mielőtt kisütjük őket. Kellő mennyiséggel készüljünk, ha esetleg néhány darab a földön landolna. A palacsinták elkészültek, jöhet a szósz és a hús elkészítése. Légy szíves, fejtsd le csontról a húst. Kettőnek a bőrét hagyjuk meg, azt is bele fogjuk vágni a töltelékbe, ezáltal lesz egy kicsit lágyabb, krémesebb és szaftosabb. Addig én behabarom a szószunkat, jó? Közben félszemmel nézek oda is. Ami miatt paprikássá válik a pörkölt, a tejföl. A szósz felforraljuk, tejfölt teszünk bele és botmixerrel pürésítjük, hogy egy sejmes állagú mártást kapjunk. A húst lefedjük a csontról, majd finomra aprítjuk. És kész is a töltelék. Ez egyébként a tökéletes együttállás, mert a palacsintát nagyon szeretem, és a paprikás csirke is szintén egy nagy kedvenc nálam. Komolyan. Sokan tekintenek erre a klasszikus hazai ételre úgy, mint egy maradékokból készülő fogásra. Pedig nem kell, hogy az legyen. Minőségi alapanyagokból készítve, feldobva egy fantáziadús tálalással, nem akármilyen anyáknapi menü főakkordja is lehet. Íme, jó étvágyat hozzá! Feltalálnád ezt az ételt így édesanyádnak? Fel is fogom. Szuper. Tényleg nagyon jól néz ki, nem is jutott volna eszembe magamtól, hogy itt tálaljam. Látod, egy kis csavarral minden ételt fel lehet dobni. Sziasztok! Sziasztok! Szia, anyu! Hortobágyi húsos palacsintát készítettünk, képzeld el. Nagyon-nagyon finom lett. Persze, ne aggódj, neked is csinálok anyák napjára.